minden szakma megfelelő képviselői, országos képviselői találkoznak. Magunk részéről neveztünk ebbe a kategóriába, a robotikába országos szinten. Ez úgy nézett ki, hogy oda mentünk. Ugye Gdańskban volt ez az egész verseny, az Európa-bajnokság, és ott kaptuk meg a feladatot, amit meg kell csinálnunk a roboton. Ez abból állt, hogy fel is kellett építenünk a robotcellát, teljesen beüzemelni, szóval beállítani a megfelelő paramétereket. Kaptunk egy ilyen kis téglalapot, arra filccel fel kellett rajzolni vonalakat, bármit, és ugye azt kellett a robottal letörölni, lényegében mint egy polírozás. Ennek az volt a nehézsége, hogy volt középen a cellánknak a közepén egy forgatóasztal, arra kettő munkadarabot fel kellett helyezni, és a robot megfogónak a végén volt egy lézeres szenzor, ezzel kellett detektálni, hogy adott esetben melyik munkadarabot helyeztük fel. A robotikát 5 évvel ezelőtt az egyik fajsúlyos kutatási területünknek neveztük meg, más három kutatási területtel együtt, a kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, illetve az egészségügyi informatika tekintetében.